Sziasztok! A mai videóban a halálfélelemről és az elmúlásról fogunk beszélni. Elmesélem nektek, hogy hogyan sikerült ezeknek a napi szintű szorításától megszabadulnom. Az Anané program oktatói vagyunk, saját tapasztalatainkat fogjuk megosztani veletek. Mellettem Sándor. És mellettem pedig László. Hát először is szeretném megköszönni neked, hogy részt veszel ennek a videónak az elkészítésében és a beszélgetésben, mert hogy eznek a témája és az ötlete az én fejemből pattant ki. Ez ő jó, igen. A halálfélelem nekem, és a halálfélelem engem nagyon-nagyon érzelmileg megérint, mert annak idején a pánikbetegség kapcsán találkoztam vele, hát olyan lélekbe maróan és olyan húsba maróan is egyszerre. Én sok-sok évvel ezelőtt pánikbeteg voltam, pánikbeteg lettem, és ennek van egy nagyon nehéz helyzete érzelmileg is, de még fizikálisan is. Kicsit egy ilyen szívinfarktushoz tudnám hasonlítani, van egy ilyen erős szívdobogása, és még nagyon sok minden más, amivel jár, nagyon erős bizonytalansága, feszültsége, szorongása egyszerre, és ehhez párosult a halálfélelem is, ami arról szólt, hogy ki kellett hívni már a mentőket, és kórházba is kerültem emiatt. Ez többször is előfordult, és tudjátok, hogy mindenki úgy van a halállal, hogy ez egy természetes folyamat, vagy egy folyama az életnek, de mégis akkor engem ez nagyon-nagyon megérintett. És nagyon depressziósá is váltam. Ahogy ez ismétlődött, nem tudtam már, nem bírtam már, és nagyon mély depresszióba vitt ez engem. Ez azt jelenti, hogy éreztem, hogy erre van egy szükséges, kell erre egy megoldás. Valahogy az volt a lényeg, hogy tudjátok, hogy én is voltam még a pánikbetegség előtt, temetésen vesztettem el hozzátartozót, vagy volt kapcsolatom másokon keresztül a halált megélni, de valahogy mégsem hozott fel bennem olyan mértékű halálfélelmet, mint maga a pánikbetegség. Egy teljesen más dimenzióba, egy teljesen más nézőpontba került ez a téma, ez a dolog. És nagyon elkezdett foglalkoztatni, azt éreztem, hogy az életnek nincsen tulajdonképpen értelme, mert hogy miről is szól, hogy felnövünk, tanulunk, aztán munkánk lesz, dolgozunk, elköltjük, dolgozunk és elköltjük. És aztán végén ott van a halál. Igen, és hogy mindent elvesz. Pluszban ott van ez az elmúlás, hogy a kapcsolatod és Bármi olyan dolog, ami másokkal vagy kapcsolatban, hogy az nem vagy vele bebiztosítva, mert bármikor vége lehet, bármikor elmúlhat. Ahogy mondtam, bármilyen kapcsolatról, párkapcsolatról, a szülőkkel való kapcsolatról is, hogy ezek sem egy örök életű kapcsolatok. És amikor nagyon megijesztett. Amikor ezt felismerted, hogy ez már túlmegy a normális határon, akkor hogy próbáltad megoldani? Elkezdtem információkat. Azt éreztem, hogy tehát munkaképtelenné váltam. Én nem is tudtam fél évig dolgozni körülbelül, tehát hogy annyira mélyre. Rosszul mondtam, hónapokig dolgozni, de nem volt fél év. Néhány hónapot kaptam, a munkahelyem ezt megelőlegezte, az akkori munkahelyem. És az volt a cél, hogy e felé emelkedjek. Tehát fontos volt nekem, így megfogozott bennem, hogy ez így nem élet. Na, és hogy sokszor csak a fejemet tudtam fogni, és csak nézni előre bambán. Annyira mélyre vitt. És hogy mi az, ami tudna segíteni az életben? Mi az a pozitív dolog? Mi az, ami így hitelt, vagy reményt tud adni? Az a pozitív segítség, ami segít élni. És valahogy ezen a dolgon túl lenni, a halálfélelmen, és értelmet adni az életnek. Elkezdtem keresni, olvastam könyveket erről, beszámolókat, a tudomány szempontjából is, meg ilyen érdekes megfigyeléseket is, filozófiát, nagyon jó gondolatokat, mind-mind olvastam erről is. Azt érzem, hogy segítettek.
A lélekvándorlás kapcsán sok mindent olvastam, a halálon túlélményekkel kapcsolatosan is sok mindent olvastam. Milyen szinten, milyen mélységbe tudtak segíteni? Segítettek, igen, segítettek, de azt érzem, hogy egy valódi békét és megnyugvást nem adtak. Segítettek, de egy valódi megoldást nem tudtak adni. És hogy valójában én azt érzem, és ezt tudom mondani, hogy a gyakorlás, tehát hogy az, hogy elkezdtem gyakorolni, és az NMI program gyakorlatait kezdtem el végezni, és már évek óta gyakorlok, több éve már, hát ezek hozták meg igazából azt a zsigeri szintű megbékélést és megnyúlást ezzel kapcsolatosan. Mind a halálfélelmel, mind pedig az elmúlásra, a dolgoknak a mulandóságával kapcsolatos. És mi volt a különbség, amit korábban próbáltál, akár könyvekből olvasni, vagy említetted ilyen filozófiai műveket is akár, és az NMI program gyakorlatai? Tehát mi volt számodra a különbség így? Ezt el fogom mondani egy kicsit később. Jó. Viszont megkérdezném tőled, hogy neked mi az, ami neked ezzel kapcsolatos, hogy neked van-e ezzel kapcsolatosan tapasztalatod a halálfélelemmel, vagy az elmúlással, vagy hogy te hogyan látod ezt, hogyan éled meg? Nekem más tapasztalatom van ezzel kapcsolatban, mert igazán halálfélelemem egyszer lehetett körülbelül kiskoromban, amire emlékszem, egy pici gyerek voltam, és a padlásban beszorultam egy helyre. És akkor tényleg szorult helyzetben voltam, és akkor jöttek a szomszédok, és ők szabadítottak ki. Tehát akkor tényleg testileg nem ez egy... Volt egy ösztönös... félelmetes volt. Igen. Ösztönös megijedtség. Ugyanakkor viszont én nem így találkoztam a halállal, és nem is a halál félelmet mondanám, hanem az elmúlást, a halált, hogy azzal találkoztam nagyon sokszor, de ez nekem a régebbi munkám, mert én tűzoltó voltam nagyon sokáig. És a tüzeknél, baleseteknél bizony találkoztam holttestekkel és haldoklókkal és olyanokkal, akiket még meg lehetett menteni. És olyanokat, akiket már nem? Olyanokkal, és így van pontosan. Ugyanakkor viszont ugye a lelki részére, amikor az ember egy ilyen beavatkozó egységhez tartozik, nem tud annyira odafigyelni. Viszont van benne egy olyan tapasztalat, hogy egy aktív beavatkozóként a munkádat végzed. Mm. És abban a szituációban, amiben valaki egy halálközeli helyzetben van, ott tudsz neki segíteni. Viszont ez nekem nagyon sok tapasztalatot adott abból a szempontból, hogy a halál mennyire az élet része, és hogy mennyire el kell fogadnunk. Igen, úgy, és hogy nagyon tudtál megoldásra figyelni. Igen, ott a megoldás. Az, hogy hogyan oldom meg azt a helyzetet. Vagy mint parancsokként, amikor irányítok, vagy ugye az egész csapattal együtt, amikor megoldjuk. És én ezt találtam meg az NMI programban is, hogy és itt nem csak a halálfélelemre, vagy az elmúlástól való félelem, vagy akár a szorongásról beszélek, hanem minden, ami az életben akadályozza az embert, hogy kiteljesedjen. Igen, amilyen életbénító. Aktívan, így van. Életbénító nagyon tényező. Fogalmazó, életbénító, hogy kiteljesedjünk. Hogy ezt tudjuk egy belső munkával energetikailag kitisztítani. És nem fejben átgondolni, mert fejben körülírni lehet, most is beszélgetünk erről, de mi a saját tapasztalatainkat mondjuk el nektek, tehát nem azt, amit a könyvből olvastuk. Tehát azt, hogy hogyan lehet kitisztítani olyan mélyen azokat a dolgokat, amik lebénítják az embert. Én ezt tapasztaltam meg ebből. És nálad ez a lelki elmúlás, ez hogy volt, ezt hogy élted meg, ezek való kapcsolódás, feldolgozás? Hát... Ugye, hogy kétféle, tehát hogy egy ilyen kétféle halál létezik, ahogy én éltem meg. És az egyik ugye az a fizikai síkon történő halál, amikor a fizikai test elmúlásáról vagy haláláról beszélünk. És hogy igazából én ebben most nem mennék bele, hogy mi az, ami oda át van, vagy ugye van-e oda át egyáltalán bármi is. Csak a saját tapasztalatainkról beszélünk. Hanem leginkább így a másik síkról beszélnék, az pedig a lelkiről. Arról most többet tudnék mondani, hogy a lelki elmúlásról, illetve a lelki halálról. Mit is jelent ez? Hát sokféle formában tud meghalni lelkileg az ember. Például egy csalódás. Hát az szerintem ugyanaz. Ahogy én látom. A másik pedig
pedig a magam kapcsán, például egy párkapcsolat is, hát az mennyire tud fájni, amikor vége van. Hát az a szívszorító. Tehát amikor vége van egy kapcsolatnak, és maga a párkapcsolat nem tud, nem képes működni tovább abban a formájában, ahogy, és eljött az ideje az leválásnak és az elválásnak, ott valami meghal. Tehát ott vége van valaminek. Az ott nem tud már tovább élni. És igen, az ember él, de hogy az a kapcsolat nem, és ott egy lelki, vég van. Ennyi. Annak a kapcsolat lelke az ott annak a minőségében véget ér, meghal. És például, de van ez személyes szinten is, egy lelki állapot vagy, ezt úgy is szoktuk, és egyébként ez egy jó megfogalmazás, egy energiamintázat. Például egy hirtelen, tehát egy harag is egy energiaminta, egy energia állapot. Például az én esetemben az önérvényesítés, a magabiztosság, így, hogy ennek, hogy én ezen milyen hadilábon álltam, hogy ennek volt egy energiamintázata, az, hogy nem voltam magabiztos, az, hogy igazából nem tudtam jól önérvényesíteni. Ezek voltak, amik bénítottak téged. Abszolút, abszolút. De azért működött ez, de hát úgy tudnám nektek mondani, vagy neked mondani, és nektek mondani, hogy ez az önszabotás. Értitek? Tehát, vagy érted, hogy így szabotálod önmagadat, és valójában a magabiztosságod nem teljes, hogy nem erős, és ez az állandó kételkedés, vagy a dolgoknak a dolgokban való állandó kételkedés, ez egy olyan önszabotálást hoz létre, vagy hozott létre így én bennem, amit én úgy gondoltam, hogy ez biztonságos, mert így elkerülhetek minden bajt, de hogy valójában egy helyben is tartott. Bezárt. Igen. Nem, dolgokhoz ez, a dolgokat nem tudtam meglépni vele. Nem tudtam olyan élethelyzeteket, amik viszont megkívánták azt. És én azt látom, hogy ahogy elkezdtem gyakorolni, ez rengeteget változott, nagyon-nagyon sokat, és hogy több olyan élethelyzet volt, főleg már, mint amióta oktató vagyok, hogy ez nagyon erősen meg volt kérdezve a hit, de jó, leginkább úgy tudnám mondani az önérvényesítésnek, így ez a magabiztosságnak ez az ereje. Érted? Hogy biztos vagy a dolgodban. És hogy nem a kételkedésre, vagy a kételyekre, hanem hogy azoknak a megoldását, azoknak és az azokon való munka, és azt, hogy magabiztossággá teszed azt. És hogy a kételkedésed az többé nem kételkedés, hanem a magabiztosság, az önérvényesítés, a hatóerő, az a tűz, már ez nagyon megváltozott, és ez nagyon fájt letenni azt. Mert valaminek meg kellett halnia benne. Túllépett. Ez abszolút, a magabiztosság abszolút egy a komfortzónánom túlmutató dolog volt. És ott az, hogy én ezzel dolgoztam, és hogy ez így le tudott válni, ez konkrétan megvan, hogy ott az ott meghalt bennem valami ezzel együtt. Lett egy ilyen nagyobb félelem nélküliségén bennem a dolgok kapcsán. Érted? Ilyet én is éreztem, amikor elengedtem dolgokat. Ugyanakkor számomra ez ilyen felszabadító volt. Igen. Számomra éreztem, hogy valami úgy elmúlik, ami eltávozik, nevezhetjük annak is, hogy meghal. De ugyanakkor pont ez a leoldódás ezzel a kvázi halállal sikerült abban, hogy aztán megemeljen és felszabadítson. Na, nagyon jó. Én ezt éreztem. Éreztem. Igen, és képzeld, így azt látom, hogy valójában így tehát, hogy minden meg van kérdezve. Tehát, hogy azok a lelki viszonyok vagy állapotok, amik így nagyon az elmúláshoz köthetőek, meg vannak kérdezve a szeretetben is, az egységtudatban is, és a fejlődésben is. És hogyha ezeken keresztül át tud menni az állapot, az biztos, hogy az örökkévalóhoz tartozik. Itt érdemes lenne kifejtenünk, hogy mit jelent az, hogy meg vannak kérdezve, hogy mindenki értse. Ez egy tök jó dolog. Hát például tudjátok, hogy így mondjuk a gyűlölet meg így a harag, amikor így azt választod. És mi, amikor nem azt választod? Amikor ugyanaz a szituáció, vagy nagyon hasonló szituáció feljön, és ugye a régi energia mintázat alapján az ember oda csapna, most így a gyűlölete és haraghoz kapcsolódik. Igen. Vagy pedig megmenned magad, és nem csapsz oda a gyűlölete és haraggal. Igen. Igen, vagy hogyha ez meg is történt, az már az a fejlődés, hogy meg is történt, és te tudod, és érzed azt, hogy ez... Igazából a fejlődés az azt jelenti, hogy az ember túllép a komfortzónáján. Ez egy belső munka, és hogy a szeretetet választja. Az egységtudat pedig pont az, hogy
Most a Laci, aki mellettem ül, lehet, hogy ő Megyeri László, lehet, hogy neki más a haja, meg hogy magasabb vagy alacsonyabb vagyunk egymáshoz képest, tudod? Igen, magasabb. Kis párnára ültem, magasabbak látszik. Igen. De hogyha én fájdalmat okozok neki, az tulajdonképpen, ahogyha nekem is fájdalmat okoznak, az nekem is ugyanúgy fáj. Tehát, hogy ez az egységtudat, és hogy Laci szereti azt, hogyha odafigyelnek rá, hogyha gondoskodnak róla, vagy hogyha meghallgatják, mint ahogy én is ugyanúgy. Mm-hmm. Tehát, hogy a jó dolgok jó, mindenkinek jó lesnek, értitek? És hogyha lehet, én úgy gondolom, hogy így lehet a legjobb megfogadni. Picit elkanyarodtunk, tehát ugye az a lényeg, hogy az adott szituációkban mindig a szeretetet és az egységet mm-hmm. válasszuk. Igen. És ahogy gyakorlunk, az Anamé program gyakorlataival elüntjük magunkat ezzel az energiával. Igen. Egyrészt van benne halál is, hogy elengedjük azokat a idézőjelben fogóckodókat, de valójában ezek rácsok, amik nem engednek minket kiteljesedni, amik lebénítanak. Tehát, hogyha elengedjük ezeket, akkor tudunk kiteljesedni, és akkor viszont választhatunk mást. Választhatjuk a szeretetet és a fényt. Igen. Mint azt, ami lehúz minket. Igen, és hogy valójában így az elmúlásnak, és minden elmúlásnak így van értelme, és hogy nekünk így lehetőségünk van arra, hogy így mindezeknek értelmet adjunk így az életünkben. Mm. És ez ezen keresztül, az egységtudaton, a szereteten, a fejlődésen keresztül lehet esni igazán. És ez vannak eszközeink. Mm. Igen, erről érdemes beszélünk, mert ugye beszélünk ezekről a dolgokról, ugyanakkor viszont nagyon fontos, hogy tudjunk segíteni nektek abban, hogy egyáltalán merre induljatok el. Ajánljuk itt a YouTube csatornán az Anami oldalon. Az Anami gyakorlat, az otthon végezhető gyakorlatok, a testfél év, lélekfél év, szellemfél év, vagy akár az egység gyakorlat, ezek mind nagyon sokat segítenek. Ugyanis itt a halálfélelemhez kapcsolódóan két fontos területet kell kiemelnünk. Egyrészt a gyökércsakrát, ami a legelső csakra, ami a belső stabilitáshoz tartozik, és az igazi félelemnek, és közben Sanyi mutatja nektek. Igen, itt vannak hozzá a kristályok is. Kristályok, a tisztító, töltő. Tisztító és a töltők, a marokkövek. De vannak ugyanúgy karkötőben is. És a másik pedig a koronacsakra, ami pedig a föntről való segítséget. Igen. Igen, tehát hogy a gyakorlás is, az otthon végezhető gyakorlatok is, az egyéni terápiás során, és a csoportos során lévő gyakorlatok is mind-mind segítik átfényesíteni ezeket a területeket. Mm-hmm. És a kristályok, ezek az eszközök is, ahogy eszközöknek is nevezzük őket, az azt jelenti, hogy segítséget tudnak nyújtani ebben. Mert természetesen, hogyha valaki szeretné. Tisztítanak és harmonizálnak. De ugyanúgy tudjuk mutatni nektek a gyökércsakra, illetve a koronacsakrát célét. Ez olyan cél, hogy otthon végzitek a rajta lévő gyakorlatokat, és már tudnak segíteni. Illetve, vízből segíts kérlek, mert nem tudom. Igen, a gyökércsakrás és a koronacsakrás víz is. Tehát, ha ezekkel segítségével az ember elkezdi kitisztítani ezeket a területeket, elkezd önmagáért tenni aktívan, egy aktív munka, viszont nagyon megéri a befektetést, mert sikerül kitakarítani azokat az elakadásokat, amik lebénítanak minket és fogva tartanak. Igen, és ez a te saját erőd lesz. Tehát, hogy itt nem egy hitrendszer van rád erőltetve, nem arról van szó, hogy dogmákat vagy valamilyen, bármilyen ilyen hasonlót kellene követni, hanem ez nagyon-nagyon hitelessé, erőssé és teljessé tud tenni benneteket. És tapasztaljátok meg már ti is, akár már most, ahogy megnéztétek ezt a kis filmünket, és nagyon megtisztelő, hogy végignéztétek. Köszönjük! Akkor kezdjétek el akár már a testfél év gyakorlattal, és azt meg tudjátok tanulni az itt lévő link alapján. Igen, minden leírást az Anami programról pedig megtaláltok a videón, és a videó alatt. Érdemes minket követni itt a YouTube csatornán, és Facebook és Instagram oldalunkat is, és ajánlunk figyelmetekbe a honlapunkat. Köszönöm, Laci. Köszönöm. És köszönjük nektek. Köszönjük, hogy megnéztétek. Jó gyakorlás. Sziasztok. Sziasztok.